A tó mellé, így ez úgy néz ki, mint egy gyönyörű park. Polgármester és képviselő jelölt járták be, majd adták át hivatalosan Víziváros legújabb fejlesztését. Itt a Kenus utcában eddig is volt játszótér, de túl kicsi és nem elég modern, ezért döntöttek úgy, hogy egy vállalkozó segítségével játszóparkot és műanyag sportpályát építenek. Megállapodtunk a fejlesztővel abban, hogy egy játszóteret kell építeni, mégpedig egy nagy focipályával, amin itt állunk most egyébként a közepén, és ez gyönyörű szép ilyen műanyagborítást kapott, ami részben elemenként cserélhető, tehát hogyha bármi sérülés éri, akkor ki lehet cserélni, másrészt pedig a víz elfolyik, nem állnak rajta a túlcsák. Ilyet adtunk át pár évvel ezelőtt, amikor a kézilabda szövetség bővítette és felújította a kézilabda pályák egy részét az iskolák mellett, és egy kis mini játszóteret, és körbe is vette majdnem teljes mértékben kerítéssel, tehát a gyerekek biztonságban játszhatnak itt. És most még annyit tettem szóvá, hogy napvitorlákat kértünk a csúszda és a homokozó felé, amit mondta, hogy természetesen meg fogják tenni, úgyhogy ebből a szempontból én azt hiszem, hogy ez a jó, amikor a lakosság érdekeit is figyelembe veszi a fejlesztő. Vízivárosban egyre többen élnek, modern, fejlődő városrész, ahol azonban sok kisebb fejlesztés elmaradt az elmúlt időszakban. A mostani beruházás lakossági igény volt, ráadásul azt később újabbak is követhetik. Én nagyon-nagyon támogatom a jövőben is ezt, hogy szolgáltatásokat, közparkokat létesítsenek, illetve megoldjuk azokat a problémákat, ami az itt élőknek központi kérdések. Elsősorban azért a játszótér és a sportolási lehetőséget vetették fel az itt élő emberek, ezt már a jövőben egy rekordtános futópályával fogjuk kiegészíteni, illetve hát itt mellettünk a Kenus utcában, már többször felhívtam rá a figyelmet, nincsen járda, gyakorlatilag az út közepén kell a gyerekeknek és a szülőknek, időseknek közlekedniük, valamint nem megoldott a megfelelő parkolási lehetőség. Ezt kezelni fogjuk az elkövetkező időszakokban, mert felelősséggel tartozunk. Tehát amikor fejlődik egy városrész, ennek örülnünk kell. Fiatalok lakáshoz jutnak, ez még nagyobb öröm. Gyerekek születnek, ez meg a legnagyobb öröm nekem is, meg mindenkinek a jó érzésű embernek a környezetünkben. Viszont ezeket a pontokat, hogy a szolgáltatásokba és az élhető környezetbe igenis oda kell figyelnünk a jövőben. Egy ilyen beruházás közepén állunk most, és én ezt fogom a jövőben képviselni, amennyiben persze, hogy vasárnap bizalmat szavaznak nekem. A sportpályát és a játszóteret hivatalosan szalagátvágással is átadták, ezután pedig a jó időt kihasználva a családok is birtokba vehették a 21. századi parkot.